összeveszett az élettársával, az élettárs elmondta, hogy van otthon géppisztoly, a munkatársai kihívták a rendőrséget, és Pólya Ferenc Sándort kivégezték, de úgy, hogy egy olyan legendagyártást folytattak a rendőrségen, hogy ő a márciusban Újrakezdjük mozgalomnak a tagja, ugye munkássűröket akart vadászni, és ehhez a háztetőn a cserepet kibontotta. Az sem számított, hogy a cserepet azért bontotta ki, mert beázott a tető. Ezúttal a Vármegyeháza adott otthont a Matthias Corvinus Kollégium programjának. Az eseményen György Sándor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról tartott előadást. Ugye október 23-án tört ki az eddigi utolsó, és remélhetőleg ez így is marad utolsó forradalmunk és szabadságharcunk, ami eleinte úgy tűnt, hogy sikerrel jár. Ugye elsősorban a kommunista rendszer megdöntése volt a cél, illetve nagyrészt a rendszer felszámolta magát az országos elégedetlenséget, illetve tüntetéseket látva. Másrészt, ami nagyon fontos mozzanat volt, ugye az ország semlegessége, a Varsói Szerződésből való kilépés, illetve a szovjet csapatoknak a hazaküldése. Ez volt nagyjából a cél, emellett természetesen voltak bérkövetelések, több pártrendszer, de nem volt a legtöbb forradalmár csoport vagy szervezet, egy minimális közös platform mellett nagyon eltérő követeléseket, illetve kéréseket fogalmazott meg. A főbb események Budapesten zajlottak, de maga a forradalom az Debrecenben kezdődött, ott zajlott az első sortűz, illetve már korábban Szegeden kezdtek el diákok szervezkedni, ugye a MEFESZ név sokaknak ismerős lehet. Ez volt az első kommunista párttól, illetve pártállamtól független diákszervezet. Tehát itt már látszott, hogy 53-ban Sztálin halálával megindult egyfajta idézőjeles enyhülés, ezt nagyon idézőjelben kell érteni, és ennek hatására ugye kiszabadult a szellem a paracból, amit aztán már hiába próbáltak meg visszagyömöszölni. De hát november 4-én a második szovjet intervencióval lényegében elbukott a forradalom, fegyveres harcok azok Budapesten november 12-ig, országosan a meccsekben, ugye a meccseki láthatatlanok még november közepéig, második feléig kitartottak. Ezt követően zajlott még egyfajta fegyvertelen ellenállás, a munkástanácsok, különböző nemzeti bizottságok tüntetéseket, sztrájkokat szerveztek még decemberben. A kommunista-szocialista rendszer brutálisan megtorolta a forradalmat. 1956. december közepétől 1961-ig 231 embert végeztek ki, nem egyszer koncepciós elemeket tartalmazó perek után, vagy megalapozatlan, torzított ítéletek alapján. Emellett több mint 21 ezer főt börtönöztek be, és mintegy 16 ezer, 18 ezer főt kitelepítettek. A megtorlás az jóformán már november 4-ével megindult. Ekkor még egy jogon kívüli megtorlásról beszélünk, ugye sokokat lelőttek tűzharcon kívül, karhatalom, új alakult karhatalom kegyetlenkedett, nem egyszer részegen ők is randadíroztak, összevertek embereket, és maga a jogi eszközökkel folytatott megtorlás, az december 11-én vette kezdetét a statáriummal, ami hivatalosan köztörvényes bűnözők és fegyverejtegetők ellen irányult főleg, de rengetegszer alkalmazták ezt egyfajta fedővádként forradalmárok esetében is. Sokszor teljesen alaptalanul, tehát végeztek ki embert fegyverejtegetésért úgy nem is egyet, hogy nem volt a közelében sem fegyver, nem hogy a birtokában. A kémkedési ügyek egy külön érdekes szelet, ugyanis ezeknek a jó részét az maga az államvédelem készítette elő, tehát a nyugatra menekült forradalmárok, vagy éppen simán csak távozók közül rengeteg ember beugrattak, akiket itthon már vártak, és mindenféle koholt váddal, vagy ha kémkedés maga az úgy nem is volt lehetőségük kémkedni, még akit nem is fogtak el első percben. Volt olyan szervezet, ahol jóformán több besugó működött, mint kvázi nevezik így, hogy kém idézőjelben. Ezek a besugókról is azért érdemes annyit megjegyezni, hogy ők is zsarolással kényszerített forradalmárok voltak ekkor ebben a perben, de hát akadtak önkéntesek is szép számmal. Ugye a fegyverejtegetési ügyeknél külön volt egy ilyen rész, ahol haragost, szomszédot, nem tudom, régi családi ellenséget próbáltak meg feljelenteni, ellehetetleníteni, vagy éppen pénzt kizsarolni tőle, hogyha nem fizet, akkor feljelentik fegyverejtegetésért. Tehát ennyire zűrös és sötét időszak volt ez a megtorlás korszaka.
A hatalom megtorló és megfélemlítő szándéka rendre felülírta a bizonyítékokat és a hatályos jogszabályokat is. Osztálybíráskodás aznak minden jellegzetességével, tehát többnyire ugye a munkás és paraszt származás előnyt jelentett, de ha éppen olyanja volt a bíróságnak, akkor kinevezték az illetőt lumpen proletárnak, és akkor már hátránya volt a származásából. A bizonyítékokat nagyon hanyagul kezelték, tehát ugye a lényeg az lett volna, hogy minden kétséget kizárólan ítéljék el az embereket, ahogy ma is ez a lényeg. Ezt gyakorlatilag semmibe vették a bíróságok. Ha nem is voltak olyan koncepciós perek, vagy nem annyi, mint a Rákosi korszakban, de koncepciós elemek, ferdítések, torzítások, vélelmezést elfogadtak tényként, manipulálták a szakvéleményeket, bizonyítékokat, ezek mindennaposak voltak. Egészen 61-ig, sőt még tovább is, mert kivégzésre már nem került sor, de 61 után is zajlottak azért még 56-os, 56-tal összefüggő perek. A forradalom utóvétharcait követően megfélemlítéssel hatottak az emberekre. Karhatalmisták részegen randadíroztak éjszaka, és aki az utcán volt, azt megverték, nagyjából így kell ezt elképzelni sokszor. Ugye egyre többen tűntek el, tartóztatták le, internálták, ugye érződött, ugye hallották az emberek, hogy na a szomszéd utcából is elvittek valakit, na a szomszéd faluból is eltűnt valaki, vagy éppen összeverve került elő, és ez ugye hatott sajnos a közhangulatra. A kutató elmondta, hogy sokaknál még mindig nem zajlott le a rehabilitáció. A perek felülvizsgálata még napjainkban is folyik. Sokaknak talán most jön el majd a megnyugvás ezzel, hogy a korábban gyilkosnak vagy éppen rablónak kinevezett felmenője hozzátartozójára kiderül, hogy igazából koholt vádak alapján ítélték el, és mégsem volt az a rossz ember, akinek őt lefestették.